Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Tóri Hírmondó című műsorunkat látják 2021. augusztus 24-én kedden. A pontos idő 19 óra, kérem tekintsék meg a mai műsorunk tartalmát. Augusztus 20. mezőtúron. Lázár tesók az Artúr Fesztiválon. Az idei évben mezőtúr a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem elnevezésű program egyik megyei házigazdája volt, ennek alapján szervezték meg az augusztus 20-ai ünnepséget. A gyerekek rajzversenyen vehettek részt, számos díj került kiosztásra, végül a napot Keresztes Ildikó koncertje zárta. A mai nap augusztus 20-a az államalapítás ünnepe, tulajdonképpen Magyarország születésnapját ünnepeljük ezen a napon, és mezőtúron is egy ünnepségre került sor. Polgármester úr, milyen gondolatokat tudna hozzáfűzni a mai napi rendezvényhez? Államalapításunk ünnepéről beszélünk, az új kenyér ünnepéről beszélünk, és most az idei évben óriási megtiszteltetés ért bennünket. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem elnevezésű rendezvény egyik megyei házigazdái lehettünk Karcag városa mellett, és hát így ez alapján szerveztük meg a mai ünnepséget, és hát felemelő volt, hogy minden az összetartozásról, a szeretetről, természetesen az államalapításunknak a jelentőségéről, és hát nyilván arról is szólt, hogy a jövőben is mindannyiunknak megvan a feladata annak érdekében, hogy a keresztény kultúránk, a társadalmunk az fennmaradjon. Úgyhogy egy felemelő nap volt a mai, és hát hála szívvel köszönöm meg mindenkinek, aki részt vett ennek, a Magyarok Kenyere program szervezőinek, hogy mezőtúrt választották helyszínéül a mai napon ennek a programnak, az ünnepség helyszínéül, és hát köszönöm minden kollégámnak, és mindenkinek, aki azért dolgozott, hogy ez az ünnepség ez ilyen szépen, ilyen magas színvonalon meg tudjon valósulni. Büszke vagyok mindenkire, aki részt vett benne. Több díj átadására is sor került a mai napi rendezvényen, erről mit lehet tudni? Igen, hát a fiatalokkal kezdeném, ugye meghirdettünk egy gyermekrajzversenyt, nagyon sokan rajzoltak, ajándékot kaptak, és közülük is a kiemelkedőket külön díjjal jutalmaztuk, és hát a gazdák, akik adakoznak, hiszen azt is mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében, mint ahogy Huba Imre Csaba elnök úrtól megtudtam, gyűjtjük a legtöbb búzát országos szinten, ha a megyék számait összehasonlítjuk. Tehát nagyon sok olyan gazda van a megyénkben, aki bőkezően adakozik, és hát ugye azt is tudni kell, hogy ezek az adományok, amikor majd liszt lesz belőlük, akkor rászorulók részére jutnak el, határon belül és határunkon túl is. Úgyhogy nagyon hálás szívvel köszönöm meg azoknak a gazdáknak, akik adakoznak. Ez most természetesen mindenkire vonatkozik, tehát határainkon innen, határainkon túl, hiszen azt is tudni kell, hogy a határokon túl lévő gazdák közül is nagyon sokan adakoznak. És ugye a részükre az Agrárkamara részéről is, és az önkormányzatunk részéről is lettek díjak átadva. Én átadtam azt a kerámia tányért Huba Imre elnök úrnak, a megyei közgyűlés elnökének, amely majd bekerül abba a gyűjteménybe, ami majd egyszer egy kiállítást fog alkotni, és tulajdonképpen majd egy ilyen vándorkiállítás jelleggel végigjárja az egész megyét, úgyhogy ez a mezőtúri alkotás is majd ott lesz az alkotások között, és hát természetesen ez is az új kenyér szimbólumával készült el. Úgyhogy egy nagyon szép nap volt, és hát az ünnepségünk után pedig egy kis kultúra, ahogyan már megszokhatták, itt a mezőtúriak Keresztes Ildikónak a koncertjét hallgathatják jelen pillanatban is az érdeklődők. Úgyhogy én meg vagyok róla győződve, hogy államalapításunk ünnepét, az új kenyeret méltó módon ünnepeltük itt mezőtúron.
Mezőtúron az augusztus 20-ai ünnepségen köszöntettük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jászlik Muszolnok megyei elnökét, Hubay Imre Csabát. Milyen gondolatokat tudna hozzáfűzni a mai napi rendezvényhez? Hát összefoglalóan az, hogy a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program immáron már 11. éve folytatódik. Most már ebben az esztendőben két helyen, Karcagon és Mezőtúron. Az a célunk, hogy a lakosságban, az emberek között megismertessük a gazdák munkáját, felhívjuk a figyelmet azokra a lényeges dolgokra, amelyekben a gazdák helytállnak egyben, közreadjuk azt a gazdák által megtermelt gabonát, annak a elkészített lisztjét és kenyerét, ami tulajdonképpen a kenyeres pajtások alapvető gondolatából adódóan valamennyiünk számára az életet jelenti. És ez nagyon fontos dolog, hiszen a nemzeti összetartozás mindig azt jelentette Magyarországon, a magyarság körébe, most határon belül és határon kívül is, hogy az összetartozás a túlélés jelenti, célokat, eszközöket a célok megvalósításához, és így nem esedik a magyarság, gazdagodik, úgy a sportban, az élet minden területén, és igyekszünk ezt a lehetőséget felhasználni arra, hogy jó példákat mutassunk azok a gazdáknak a bemutatásával, akik az élvonalban vannak, egyrészt az adományozás területén, másrészt a gazdálkodás színvonalában és az elkötelezettségben. Ön, mint a Magosz országos alelnöke és Jászlik Muszolnok megyei elnöke, mit tudná elmondani a Magyarország agrárgazdasági helyzetéről? A magyar nemzetgazdaságon belül az agrárgazdaság komoly felívelő pályán van. Ez azért is jó, hiszen az agráriumnak a szerepe, maga a nyersanyag termelés az alacsony, hiszen 8% körüli, de a feldolgozott termék, az export áru alap, ami tulajdonképpen devizabevételt jelent, ez magasan az évvonalban van, és nagy mértékben járul hozzá a GDP-hez, egyrészt a lakosság teljes ellátásához, másrészt pedig az export útján a nemzetünket megismerik, kiváló termékeinkre mindig megvan a kereslet, és soha nincs olyan probléma, hogy nem tudjuk eladni a termékeinket, hiszen mindig nagy igény van a magyar termékek iránt, és erre mi magyar gazdák büszkék is vagyunk. Augusztus 20-án itt Mezőtúron köszöntettük Hubay Imrét, a Jászlik Muszolnok megyei közgyűlés elnökét. Mit tudná elmondani a mai napi rendezvényről? Rendkívül felemelő volt azokkal a gazdálkodókkal és Mezőtúr polgáraival együtt tölteni a mai délutánt, akik adakoztak a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programban, és akik ezzel az adománnyal hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarországon ne legyen olyan rászoruló, ne legyen olyan gyermek, aki éhezik, akinek nem kerül minden nap friss kenyér az asztalára. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepén Mezőtúron is ünnepségre került sorral. Köszöntettük Boldog István országgyűlési képviselőt is. Milyen gondolatokat tudna hozzáfűzni a mai napi rendezvényhez? Hát csodálatos a mai nap. Szép idő van, együtt vannak az emberek, a családok, a barátok, és hát az államalapítás ünnepe van. Isten éltesse Magyarországot, és Isten éltesse minden magyar állampolgárt, minden magyar embert a világban. Ez a legfontosabb. Az együtt ünneplés, az együttlét, az, hogy kicsit kiléphettünk az elmúlt időszak, nehéz időszakából, amikor a társas kapcsolatok egy kicsit el voltak zárva előlünk a pandémia miatt, most végre boldogan együtt ünnepelhetünk. Ez a legfontosabb. Úgyhogy a legfontosabb, hogy vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Isten éltesse Magyarországot és minden magyar embert a Kárpát-medencében és a Kárpát-medencén túl is. Ön hogyan gondolja a mai világban a magyarokat, főleg a fiatalokat, mennyire érinti meg a magyar nemzeti ünnepek eseményei? Én azt gondolom, hogy mint az itteni példa is mutatja, hogy itt több generáció ünnepelt ma együtt Mezőtúr főterén. Ez a legfontosabb. Éreznie kell a fiataloknak is, hogy a magyar nemzet
magyar nemzet tagjának lenne ez egy különleges dolog, egy felemelő, egy csodálatos dolog, és ez a legfontosabb, hogy ezt minden fiatal átérezze, a legkisebbektől a legidősebbekig. Érezzük azt, hogy mi magyarok egy különleges nép vagyunk itt a Kárpát-medencében, egy különleges nemzet, akik tanítják úgymond a világot és gyógyítják a világot. Példát mutatunk a világnak rengeteg dologból, ha csak az elmúlt évtizedre gondolunk, abból például, hogy meg kell őrizni a keresztény hagyományainkat, az értékeinket. Erről szól a mai ünnepünk is, úgy gondolom. És hát mi magyarok ebben élen tudunk járni, és ahogy itt Mezőtúron, a főtéren a példa mutatta, a generációk összefogva, együtt ünnepelve emlékeznek az államalapításra. Az Artúr Fesztivál keretein belül léptek színpadra a mezőtúri születésű lázártesók. Augusztus 10-én kezdődött el az Artúr Fesztivál, és a mai napon itt a Túri Fazekas Múzeumban a színpadon köszöntettük a lázártesókat. Hogyan éreztétek magatokat? Milyen érzés itthon zenélni? Hát csodálatos érzés, és nagyon jól éreztük magunkat. Tényleg egyrészt nagyon meghatódtunk. Ide jártunk zeneiskolába, a Fazekas Múzeum helyén lévő zeneiskolába. A gitártanárunk, a Bányi Laci bácsi, és sajnos meghalt, ő is végig így a gondolatainkban volt, úgyhogy hát ez egy nagyon ilyen emocionális, meg ilyen érzelembős este volt, de nagyon-nagyon nagy élmény volt. Tényleg itt a pont, ahol áll a kamera, vagy ahol állunk, ott itt volt az a szoba, ahol a gitárterem volt, és az első 4-5 évünket itt gitároztuk le, és itt tényleg itt tanultunk meg igazából gitározni a Laci bácsi által, szóval ez nagyon-nagyon, tényleg nagyon nosztalgikus is, meg nagyon kedves, vagy nem is tudom, milyen erre jó szó. Elég sok dalat készültetek a mai napon, és az úgymond az anyazenekaratokból is hoztatok dalokat. Milyen tudatossággal készültetek a mai napra? Mi volt a koncepciótok? Hát a lázártesók lemezt mindenképp szerettük volna játszani, és játszottuk. És emellett a programban mindig szeretünk beemelni esti kornél dalokat is, akusztikus felfogásban. Itt teljesen más az attitűdje ezeknek a feldolgozásoknak, mint például, ahogy szombaton az esti kornél koncerten hallani fogja a közönség, tehát ott zúzni fogunk, itt pedig ilyen csendesebb, akusztikusabb verzióban hallotta a közönség a dalokat. Igen, és hát tulajdonképpen amit kifejezetten ma szerettünk volna mindenképpen játszani, az egyrészt az Életkő című dal, aminek ugye Veres Gyuszi írta a szövegét, és ugye itt is van a Gyuszi, itt is volt, és nagy öröm volt így eljátszani, illetve a Csatamás dalt, amit játszottunk a 60-as éveket, és mindenképp szerettük volna itt eljátszani, mert az Ágoston sok Csatamás dalt játszott itt a mezőtúri különféle ilyen iskolai, meg városi rendezvényeken. Úgyhogy volt, amit kifejezetten erre a napra hoztunk. Számos ismerős arc volt a közönségben, nagyon sokan szeretnek titeket, és nagyon sokan eljöttek a koncertetekre, és hogy bizonyára a szombati koncerteteken is rengetegen lesznek. Mik a jövőbeli terveitek és a céljaitok? Hát azt hiszem, a célunk az alapvetően ugyanaz, mint ami volt 10-15 éve, hogy továbbra is próbáljunk meg minél jobb dalokat írni, és minél jobb koncerteket adni, és hogy azt sem elfelejteni tényleg, hogy honnan jöttünk. És hogy a mezőtúról játszhatunk, akkor tényleg egyszerűen mi magunk is abban az ilyen érzelmi állapotban kerülünk, hogy azért nekünk ez a szülővárosunk, itt kezdődött minden, és nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki minket itt tanított és segített abban, hogy elindulhasson mondjuk a zenei karrierünk. Amikor leszálltunk a vonatról, turné vonattal jöttünk, nosztalgia vonattal, sokat jártunk Pestről Mezőtúra vonattal, és direkt így ezt az utat megtettem a vasútállomástól, és így a Loksinál, emlékszem, hogy az volt az első koncertem a Loksiba az esti kornéllal, még kb. 2007-ben, aztán Flóra Szabor terén, ott randiztam először a mezőtúri barátnőm, tehát ilyen nagyon sok ilyen személyes élmény előjött, itt volt a gyerekorvosom,
Itza néni. Láttam az általános iskolámat is, meg a Lali volt az, hogy még ott tettem a túrólódik anyukámmal. Szóval nagyon sok ilyen emlék előjött így az út közben, és nagyon szeretek egyébként tényleg ezért mezőtúra járni, mert picit egy idegesítő vagyok, valószínűleg akik velem vannak, mert tényleg mindig mondom, hogy mi történt, úristen, ezért. Hát igen, megváltozott a város, hát nagyon örülünk nektek, hogy itt voltatok, és majd szombaton is még találkozunk, és sokat kívánok nektek a jövőben. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták, friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, viszontlátásra!